Hoppa, következő kapás. Egy újabb. Hát ez beindult ez az üzlet. Egymás után jönnek a keszegek, kárászok felváltva még hozzá. Úgyhogy szerintem rakok fel egy nagyobb csalit, mert hát, itt is van a következő. Amióta kiment a tóból a törpe harcsa, ezek a dévérkeszegek nagyjából ez az átlag méret, amit lehet fogni. De ebből viszont rengeteg van. Előtte is volt benne, de csak ilyen kis vörösszárnyú méretűeket lehetett fogni. Szerintem nem volt nekik táplálék a törpe miatt. Most viszont egy gyönyörű. Szép, ez pont élvezett rájuk horgászni. Oké, és mehetsz vissza te is. Viszlát. Na, kezd jó lenni ez a horgászat, mert van akció, halfogás benne, de azért egy ilyen 5-6 kiló körüli ponty vagy amúra meg lehetne azért még koronázni a dolgot, amit nem mondtam, a szomszéd az fogott, tehát ha neki sikerült, akkor nekem is be fog az jönni. Kitartás, türelem. Na, viszont rakok fel nagyobb csalit. Tényleg, mert kék keszegek megvannak, nagyon jó, szépen lehet fogni őket, de el kell itt lennie nagyobbnak. Ez mehet be. És akkor